A szarvasi evangélikus gimnázium diákjai Jézus feltámadásának történetét elevenítették meg az evangélikus gyülekezetek napján. A család és missziós napot második alkalommal hirdette meg a bonyhádi gyülekezet, ahová a megye minden pontjáról érkeztek az evangélikus egyház megye hívei. Aradi András esperes elmondása szerint számukra nagyon fontosak azok az alkalmak, ahol a hittársakkal lehetnek együtt, mert ezek az együttlétek erősítik a közösséget. Igazából az első számú célunk az az, hogy itt az egyházmegye gyülekezeteinek egy olyan találkozási lehetőséget adjunk, amelyben megélhetjük a közös örömet, az, hogy a különböző gyülekezeteknek milyen örömei, nehézségei vannak, és amikor a különböző kicsi szorványokba élő evangélikus testvérek sokszor élik meg azt, hogy kevesen vagyunk, kicsik vagyunk, akkor ezek a rendezvények segítenek kicsit lelki föltöltődést adni, hogy megéljék azt, hogy mégiscsak vagyunk itt az egyházmegyében. Család témája köré fűztük fel az előadásainkat. Tulajdonképpen most is még folytattuk ezt a család témát, annyiban, hogy most picit a nagy hétre készülve is van egy-két olyan programpontunk, ami felkészít bennünket a húsvéti örömre. Az esemény legfőbb témája a béketeremtés gondolata volt. Ki más kezdené, hanem mi, mondta Aradi András, de erről, mármint a béketeremtéséről szólt igei felvezetésében Kondor Péter püspök is. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egy egyházmegyei családi napon éppen a béke, illetve a békesség a kulcs és a kulcs szó, vagy a kulcs kérdés, mert általában szeretjük azt gondolni, hogy mi rendben vagyunk, és rendben van az életünk. És nagyon könnyen találunk magunk körül olyanokat, akikre nézve be tudjuk bizonyítani magunknak, hogy mi egy kicsit rendesebbek vagyunk. A mi családunk egy kicsit rendezettebb, a párkapcsolatunk is rendben van minden cívódással együtt. Lehet, hogy lázadnak olykor a gyerekeink vagy az unokáink, de hát még az is sokkal jobb, mint akikre rácsapták az ajtót. És azt gondolom, hogy mindnyáján egyformák vagyunk. Isten szín előtt mindnyáján egyformák vagyunk, és nem véletlen az, hogy Isten igéje egyaránt szólít mindig bennünket, és von maga elé, és tulajdonképpen állít egy olyan mércét elénk, ami nem itt közöttünk van, hanem ami maga Jézus, ahogyan ő él. Tehát nem egymáshoz viszonyítva kérdéses sosem, hogy mi jók vagyunk, rosszak, jobbak vagy rosszabbak, hanem az a kérdés, hogy Isten színe előtt egyen-egyenként milyenek vagyunk, és az ő mértéke állandó. És nagyon jó ebben az állandóan változó világban rátalálni arra, ami örök, ami ehhez az idői kötött világból egy kicsit kiemel bennünket. A szervezők gondoltak minden korosztályra, így külön helyet alakítottak ki a legkisebbeknek, és különleges színházi élménnyel várták a fiatalokat. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréktetőn át eresztették be ágyastó Jézus elé a középet. Ő pedig látta időket így szólt. Ember, megbocsátottak az bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok tanakodni kezdtek. Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent? A láthatatlan színház egy olyan interaktív hely, ahol a résztvevő sok mindent tapasztal, de semmit sem lát. Én azt gondolom, hogy itt sokkal inkább átélik az emberek. Egész egyszerűen, hogy hát a szemed az embernek be van kötve, tehát nem a látáson keresztül más ingerekre figyel oda, ki élesednek az érzékei, amit érez, tapint, hall, sok mindenre oda tud figyelni, ami egyébként egy szimpla előadásnál, egy színházi előadásnál például, hát azért elkerülni a figyelmét. És mi pont ezeket a dolgokat próbáljuk kicsit megragadni, másképpen. Láthatatlan színházat véleményem szerint akár milyen sztorikba lehet csinálni. Hát én egyszer csináltam hasonlót, és akkor ugye szintén az egyház keretein belül, úgyhogy én ezt a fajtát ismerem. Érzelmileg átéli, hogy vele történik mindez. Most itt azért olyan momentumok vannak, hogy a béna meggyógyul, a lábat mosnak az embereknek,
vadidegenek teszik ezt, akik nem látsz, hogy kicsoda, szemkontaktusod sincs velük. Egész egyszerűen csak átéled azt, ami történik. És ez egy másfajta élmény lesz ezáltal. Az egészséges család rendszeréről Topolyai Emőke pasztorálpszichológus beszélt. Elmélete szerint a családi béke alapja a megfelelő szerepek betöltésében van. Vannak olyan dimenzióink az életben, olyan kérdéseink, amire nincsen racionális válasz. Ilyen például a gyász, a halál, a veszteségeink, a fájdalmaink. És amikor nincsen racionális válasz, akkor odagyúlni ahhoz az Istenhez, aki azt mondja, hogy szeretlek, gyönyörködöm benned, hogy én életet akarok neked. Ebbe az Istenbe belekapaszkodni, az egy olyan előforrás, ami máshonnan nem meríthető. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy plusz az embernek. Pszichológiailag az ember mindig keresi a stabilitást, mindig keresi az egyensúlyt. És ugye a egyik legnagyobb kihívásunk az, hogy ha önmagunkban nem találjuk meg, akármennyit is küzdünk, van egy külső erőforrásunk. És ez az a külső erőforrás, amibe bele tudok kapaszkodni, amikor már belül nincsen semmi, amibe kapaszkodhatnék. Belső béke, ami elsősorban a mára, illetve a tegnapra vonatkozik, de ezen túl egy remény. Tehát egy remény abban, hogy van egy olyan perspektíva, ami bár emberileg felfoghatatlan, de az életemet mégis kiegészítő, és mégis lehet egy kapaszkodó pont. Mindenkinek szüksége van valakire, aki több, mint mi vagyunk, és mindenkinek szüksége van közösségre, ahol társakat találhat a hétköznapok nehézségeinek megélésére. A hit és a gyülekezet együttese ezt a célt szolgálta.